Köszöntöm nézőinket! A járási panorámát látják a Felső-Szigetköz és a Mosoni sík híreivel. Az elmúlt több mint két évben a Moson-Magyaróvári Karolina Kórház rendelőintézet különböző osztályain fúrtak, faragtak. A 766 millió forintos uniós támogatás mellé közel 100 millió forint volt az önrész. A projektből megújult a gyermekosztály, a krónikus osztály, a központi labor és röntgen, továbbá a nőgyógyászati műtő és a rendelőintézet főbejárata. A munkálatok véget értek, és az eszközök beszerzése is lezárult. Vannak olyan fontos események, amelyek fémelzik a múltnak egy darabját, és meghatározzák a jövőt. Ezeket hívjuk mérföldköveknek. A Karolina Kórház rendelőintézet ismét egy hasonló mérföldkőhöz érkezett, számos kórtermét, osztályát és egy labort is felújított uniós támogatással. A projekt összköltsége 851 millió forint volt, Moson-Magyaróvár város önkormányzata ehhez 90 millió forinttal járult hozzá. Egy újabb lépést tett a kórház afelé, hogy olyan legyen, amilyen mi mindjárt megálmodtuk ezt. Azt hiszem, hogy az elmúlt években nem volt olyan esztendő, amikor ne jöttünk volna össze egy kis örömre. Ne jöttünk volna össze arra, hogy újabb eszközökkel, újabb épülettel, vagy épületrésszel lettünk gazdagabbak, hol felújítás révén, hol korszerűsítés révén, hol akár újnak a berendezésével, vagy felújításával. Nagy István polgármester a beszédében megköszönte a kórházi dolgozók alázatos munkáját, amelyet minden nap Moson-Magyaróvár várospolgáraiért tesznek. Ezt követően pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az egészségügyi ágazat vezetésének jó kívánságát adta át személyesen Mogyorósi András főosztályvezető. Beszédében hangsúlyozta, ha az európai felzárkozásról beszélünk, nem szabad elfelednünk, hogy Európa legalább annyira mi vagyunk, mint az összes többi tagállam. Amikor erre jöttem az autópályán, belegondoltam, hogy az 1860-as években a Moson-Magyaróvári Karolina Kórház már állt és működött. 1860-ban az Európai Unió még gondolat sem volt. És azt se feledjük, hogy a jelenlegi 28 tagállamból 14 még nem létezett. De ez az intézmény már akkor európai gyógyintézmény volt. Ne feledjük ezt el. Abba is gondoljunk bele, hogy ugyanúgy, ahogy az uniós támogatással elkészült fejlesztések, európai színvonalú fejlesztéseknek a falára, ki van írva, hogy európai uniós támogatással készült, ugyanúgy a brüsszeli intézményeknek a falára is ki lehetne írni azt, hogy ez az Európai Unió nem létezne a jelenlegi formájában a budapesti, veszprémi, debreceni, vagy éppen Moson-Magyaróvári emberek 1956-os kiállása nélkül. Vagy éppen az 1989-es, a keletet és a nyugatot elválasztó fal magyarországi lebontása nélkül. Európa alakításában Magyarország most is tevékenyen részt vesz, hiszen a magyar gazdasági tevékenységeket is egyre szélesebb körben követik Európa szerte, tette hozzá a főosztályvezető. A köszöntő beszédek után a történelmi egyházak képviselői megáldották az épületet, valamint azokat a feszületeket, amelyeket a kórház termeibe függesztenek ki. Közösen kérték a mindenható áldását a kórházi dolgozók hivatására, hogy alázattal és szeretettel tudják továbbra is végezni feladatukat. Imádkoztak azért, hogy a betegek szenvedése a javukat szolgálja. Az ünnepélyes szalagátvágást követően körbevezették a vendégeket az épület új részein. Majd pedig egy rövid előadásban a főigazgató összefoglalta, hogy pontosan milyen átalakulás történt az intézményben. Akadálymentesítve lett a rendelőintézetet a kórházzal összekötő főbejárat, illetve folyosó. Teljesen felújítottuk a röntgenosztályt, mind épületszerkezetileg, mind új gépekkel. Teljesen felújítottuk a labort és a véradót. A labor és a véradónak az összevonása is meg lehetővé vált ezzel az új fejlesztéssel, ami jelentős hatékonyságbeli növekedést eredményezett már eddig is, és fog eredményezni a jövőben is. A projektből megújult továbbá a gyermekosztály, a műtőblokknak a fele, a krónikus osztály, valamint 10 ágyal bővült a kórház. Hosszú távon azt jelenti, hogy egy olyan jól működő struktúrát tudunk tovább működtetni, amely egy kicsit jobb finanszírozási feltételek mellett biztos, hogy önjáróvá fog válni. Illetve ezekkel a felújításokkal megalapoztuk azokat a későbbi fejlesztési elképzeléseinket, amelyekkel tényleg olyan egészségügyi ellátásokat is fogunk tudni majd végezni, ami nem OF finanszírozott, tehát az OF finanszírozott alaptevékenységünknek egy plusz forrása lesz majd.
A felújításoknak köszönhetően az intézmény méltó körülmények között biztosítja a betegek ellátását. Az Ezer Sziget országa hatalmas vízfelületével kitűnő lehetőséget kínál a horgászoknak. Nem csak az itt élőknek, hanem azoknak is, akik kifejezetten azért érkeznek más vidékről, hogy aktív pihenésként horgásszanak. Szeptember 1-től változik a halgazdálkodásról szóló törvény. A fő pontokról tartott sajtótájékoztatót Nagy István országgyűlési képviselő a Mosoni Duna partján, a Szabastrandnál. A mosoni Szabastrandnál tartott sajtótájékoztatót Nagy István országgyűlési képviselő a közelmúltban elfogadott horgásztörvényről. Egy régi nagy vita dőlt el most ezzel a törvénnyel, hogy kiknek van joga hasznosítani az élővizekben levő halakat. És a horgász és halász ellentét már legendás hosszú-hosszú évek, évtizedek óta. Ez a törvény most a horgászok javára billenti el ezt a küzdelmet. A horgászok javára azért, mert 3 milliárd forintos befektetéssel dolgoznak a horgászok, amit beletesznek egy évbe halat. A megyében 80 horgászegyesület működik, a több mint 14 ezer tagból 11.429 felnőtt, 424 ifjúság és 2179 gyermek. A törvény értelmében az állam átengedi a horgászegyesületeknek az élővizek kezelői jogát. A horgászsport, illetve a horgászturizmus fejlesztése pedig elsőbséget fog élvezni. Kötelezettségük is van ezzel, hiszen az a cél, hogy társadalmi vagy hivatásos halőr alkalmazása is megtörténjen. Tehát nagyon szeretnénk elérni, hogy ne csak a vizek városa vagy a vizek területei legyünk itt sziget közben, hanem halban gazdag jelző is hozzákerüljön ehhez, hogy megélénküljenek és felszaporodjanak újra egyrészt a védett halfajtáink és másrészt pedig természetesen gazdasági hasznosítású halfajtáink is. A hónap elején életbe lépett büntető törvénykönyv szigorúan szankcionálja az engedély nélkül vagy a szabálytalanul horgászókat. A törvénykezés mindig a tisztességes emberek oldaláról íródik, és a tisztességes emberekre vonatkozóan íródik. De tudjuk jól, hogy sajnos nem mindig a törvényes úton jár mindenki, ezért a törvény most szigorúan szankcionálja az orvhalászokat, orvhorgászokat, mindazokat, akik engedély nélkül szabálytalan körülmények között végzik. Az új BTK, ami július 1-től lépett hatályba, az 2 év szabadságvesztéssel sújtja ezeket. Azt hiszem, hogy ez a kellő szigorú tétel ahhoz, hogy elgondolkodtatásra késztessen mindenkit arra, hogy érdemes kiváltani a jegyet, érdemes egy horgászegyesülethez tartozni, és érdemes a törvényes úton járni. A horgászok mellett azokat is érinti a változás, akik szeretnek halat enni. A halak útja követhetőbbé válik a vizektől az asztalig. Fogási tanúsítvánnyal kerülhetnek csak az üzletekbe a halak. A törvény kezeli annak a dolgait is, aki csak szereti étkezési célból a halakat, hogy nem fekete úton, nem rapsicoktól, nem orvhalászat útján kerül az asztalra a hal, hanem ellenőrizhető módon, biztonságos és szabályozott keretek között. Ennek több előnye is van, hiszen egyrészt van egy gazdasági előnye, másrészt van egy természeti előnye, másrészt van egy ökológiai, biológiai előnye, és nem utolsó sorban én azt mondom, van egy élelmiszerbiztonsági előnye is, hiszen az a hal, ami ezután az asztalra kerül, az annak minden útja, a fogás helyszínétől, a fogás módjától, a fogó személyétől kezdve minden ismerté válhat, aki arra kíváncsi. A törvény végrehajtását és betartását segítik majd a hivatásos halászati őrök, illetve a társadalmi halőrök. A törvény egyébként egy keretszabályozás, a végrehajtási rendeleteket most dolgozza ki a Vidékfejlesztési Minisztérium. A törvény is egy széles társadalmi konszenzus után jött létre, és maga a végrehajtási rendeletekben is kérik és várják a horgász egyesületek, szervezetek véleményét a különböző társadalmi viták során. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy a parlamentben is nagy támogatottsággal bírt ez a törvény, nagyon remélem, hogy a valóságban is kint az emberek között is nagy megértésre és nagy támogatásra fog találni. A rekreáció mellett a horgászturizmus fellendítését is elkívánja érni a jogalkotó az új halgazdálkodási törvénnyel.
Köztudomású, hogy a Kisalföld az ország egyik éléstára. Hagyományosan Péter Pálkor kezdődik az aratás. A következő összeállításban annak jártunk utána, hogy milyen termés várható környékünkön 2013-ban. Gabonafélékből világszerte rekordtermés várható ezen a nyáron. A termés nagy része valószínűleg a raktárakat tölti majd fel. A jó hozam igaz lesz Magyarországra is. Országosan például 5 millió tonnás hazai búzatermést várnak, aminek csak a felére van itthon kereslet, a másik fele exportra megy majd. A kínálati többlet azonban hirtelen nyomta le az árakat. Sok hagyományos haszonnövény épp csak behozza majd a megtermelésének költségeit. A hagyományos, konvencionális, ipari vagy étkezésre használt növényeknek az ára jelentősen zuhantak a tavalyi évhez képest, és a hozamok sem tudják ezt az árasést kompenzálni, tehát úgy tűnik, hogy itt ezeknek a árutermelő növényeknek a jövedelemtermelő képessége igen alacsony lesz az idei évben. Egyrészt világszerte jó terméshozamok várhatóak, és ugye ebből kifolyólag a raktárak meg fognak telni, nem lesz hiány, nem lesz keresleti piac ezután a termények iránt, és ez nyilvánvalóan nyomottá teszi a felvásárlási árakat. A tavalyi árakhoz képest egy hirtelen nagy lépcsőben történt ez az árkorrekció, sokkal nyugodtabb lenne a hangulat a termelők körében is, hogyha mondjuk ez két lépcsőben történt volna meg. Nyilvánvaló, a piac az nagyon gyorsan lereagálja a történéseket, biztos, hogy jó volna, ha valamilyen módon ezt korrigálni tudnánk, és befolyásolhatnánk ezeket a piaci mozgásokat. Más termények azonban kisegítik a gazdákat. Moson-Magyaróvár térségében idén a márciusi hóvihar előtt elvetett növények, különösen az árpa és néhány apró magvú növény hozhat majd kiemelkedő hasznot. A környéken nagy népszerűségnek örvendő apró magvú növények a mustár, olajretek és a facélia az idei évben slágernövénynek fognak számítani, hiszen viszonylag jók a termésátlagok is, azt is mondhatnám, hogy magasak, és a tavalyi igen magas terményárakhoz idén hozzáigazodtak koratavasszal az apró magvú növényeknek a termeltetési árai, és magas áron sikerült ezeket fixálni. Tehát a magas terméshozam és a magas ár egy nagyon jó árbevételt fog eredményezni a termelők számára. A mézöntőfűnek is nevezett facélia főleg német területen keresett. Az ottani hűvösebb és csapadékosabb éghajlaton nem terem meg ez a növény. Mélegelőként viszont igen hasznos, így kiváló export lehetőség régiónk számára. A facélia az egy ilyen közbűső növénynek szoktuk termesztetni a mezőgazdaságban. Első szempont a külpiacra való termesztése. Ezt általában Nyugat-Németországba viszik ki. Fő jellemzői, hogy nem igényel sok tápanyagot, könnyű és kevés ráfordítást igényel, emellett produktumot tud termelni. A búzát illetően a magas termésmennyiség mellett alacsonyabb minőségre számítanak a megkérdezett gazdák. Mind az Országos Gabonatermesztő Szövetség, mind a helyi gazdálkodók egyetértenek abban, hogy a búza felvásárlási ára igen nyomott lesz idén. Az ideális 50-55 ezer forint helyett a 40 ezres tartományban várhatók a tonnánkénti árak. Ez a 4 tonnától 7-ig terjedő hektáronkénti termésátlagnál épp csak 0 szaldót jelent majd a termesztők számára. Nem szabad összehasonlítani a Dél-Alföldöt a mezőséggel, nem szabad összehasonlítani Szigetközt a hansággal, illetve ezekkel a hevesebb, kavicsosabb talajokkal. Átlagos szinten, mivel a búzaaratásnak mi is csak az elején tartunk országos szinten, és az első termések nem adnak csúcsminőséget, termésmennyiségben elegendőt. A gazdaember mindig elégedetlen, mert olyat még nem láttunk, hogy az eső elegendő lett volna, az elosztás megfelelő lett volna, az ár megfelelő lett volna, de én azt mondom, hogy amennyiben a búza árat olyan 50 és 55 ezer forint között be lehetne árazni, az én úgy gondolom, hogy azzal hosszú távon a felhasználók, a feldolgozók is, a piac is tudna mit kezdeni, illetve a gazdának is megfelelne. A sokféle haszonnövény nem egyformán bírta az időjárást. A repce a tavaly augusztusi szárasság után öntözéses kelesztésre szorult, emiatt viszont igen jó termést hozott idén nyárra. Igaz ugyan, hogy a két év közötti kegyetlen áresés ezt a növényt is sújtja. Az idén tavasszal elvetett kukorica és napraforgó jó karban vannak. A tavaszi árpa viszont igen gyönge lesz, a bevizek mellett ugyanis a február végéről április közepére kitolódott vetési szezon is ártott az érésnek. Az ezévi időjárás összességében jónak mondható a gazdák szerint. A betakarítás viszont megcsúszott miatta. A gabonafélék aratása egy hetes késéssel kezdődött, és július vége helyett augusztus első hetéig is eltart majd.
A két hete tartó csapadékhiány már veszélyezteti a kevésbé szárazságtűrő talajon termő növényeket, különösen a napraforgót és a kukoricát, így Moson-Magyaróvár környékén most éjjel-nappal öntöznek. A Moson-Szolnoki és a Várbalogi határ különösen megszenvedi a szárazságot, a nedvesebb hansági és szigetközi talajok jobban bírják. Ám ha egy héten belül nem kezd esni, a kukorica is a napraforgó akár 30-40%-os kiesést is szenvedhet idén. A nyári szünet nem csak a pihenésről szól, hanem a munkáról is. A diákok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy maguk teremtsék elő a nyaraláshoz, vagy a számukra különlegesen fontos tárgyhoz az anyagiakat. Érdemes azonban néhány szempontot figyelembe venni, hiszen még nem késő munkát vállalni. A cégek jelentős része valamilyen iskola szövetkezettel áll kapcsolatban, így viszont több lehetőség közül választhat a tanuló, nem a gyárkapukon kell zörgetnie. Nem csak a szórakozásé a főszerep a nyáron, sokan a szünidejükben is vállalnak diákmunkát, hogy pénzhez juthassanak. Az állás utáni érdeklődés a nyári szünetben sem áll le a fiatalok körében. Pont a riport előtt kérdeztem meg kolléginámat, hogy mennyire a kereslet kínálat mennyire párosul. Hát egyelőre nagyobb a kereslet, mint a kínálat, és igazából ez is abból adódik, hogy a cégek továbbra is inkább a 18 év feletti diákokat keresik, abból pedig véges a létszám. Nagyon sokan dolgoznak a nyári időszakban, de sajnos a túlnyomó többség a kereslet a 16-17 éves korosztály, akiknek az igények miatt, a cégek igénye miatt most nem tudunk segíteni, de bízunk benne, hogy a nyár hátra lévő részében még lesznek olyan lehetőségek, amiben ők is munkához juthatnak. Egyre nagyobb az érdeklődés, nem is csoda, hiszen többféle munka lehetőség áll a diákok előtt. Többnyire egyszerű fizikai munkák, tehát összeszerelés, csomagolás, árufeltöltés, egyes esetekben adminisztratív munka, vagy vannak forgalomszámlálási munkáink is, azok időközönként visszatérnek, úgyhogy ilyen jellegű munkákra lehet számítani. A regisztrációnak vannak bizonyos előírásai, amelyeket figyelembe kell vennie a munkakeresőnek. A legfontosabb tudnivaló, hogy mit kell magunkkal vinni a közvetítő irodába. Iskolaszövetkezetről beszélünk. Iskolaszövetkezetnél azok lehetnek az iskolaszövetkezetnek tagjai, akik nappali tagozatos jogviszonnyal bírnak. Hát erről kell egy igazolás, egy iskola látogatási igazolás, diákigazolvány és minden egyéb olyan személyes dokumentum, adókártya, bankszámlaszám, tajszám és ehhez hasonló dokumentumok, amik ahhoz kellenek, hogy taggá válhassanak. Ezekre természetesen csak akkor van szükség, ha a munkaerőközvetítő állást tud biztosítani. Első körben be kell menni, kitölteni egy jelentkezési lapot, amely alapján utána az iroda felkeresi az érdeklődőket. Segítségkéréshez vagy a kérdések feltevéséhez nem szükségesek a személyes okiratok, a jelentkezés után pedig csak várni kell a telefonhívásra. Szem és fültanúja voltam egy esetnek, amikor egy diáklány elkezdett dolgozni egy cégnél, 16-10, még nem töltötte be a 17. életévét, tehát pont abban a korosztályban volt, akik kevésbé tudnak munkához jutni. Ő neki nem tetszett az a lehetőség, és eljött egy hét után, hát azóta sajnos nem nagyon találtunk neki új munkalehetőséget, szóval ezt jó megbecsülni, és nem nagyon válogatni. Főleg ennek a korosztálynak, az idősebb korosztálynál ott azért nagyobb választási lehetőség van. Népzenétől hangos a Dunakiléti iskola. Évek óta itt rendezik meg a sűrűrántás tábort, ami nem elsősorban a konyhaművészetről szól. A kislaptáros zenekar tagjainak csemetejéből alakult a sűrűrántás zenekar. Kezdetben nekik rendeztek tábort, ma már az ország különböző pontjairól, sőt a határon túlról is érkeznek zenét és éneket tanulni. Ha pedig a fiatalok belelendülnek a zenélésbe, akkor szaporán vagy inkább sűrűn rántják a vonót a hangszereken. Az ötlet, hogy gyermekeiket népzenére tanítsák, 9 évvel ezelőtt született meg a kislaptáros művészeiben. Akkor a szűk család és a közeli barátok vettek részt a sűrűrántás táborban. Első alkalommal alig 15 fővel, idén azonban több mint 80 gyermekkel indították el az egyhetes kurzust. Abban elsősorban mások, hogy az értékrend egész más. Tehát az, hogy most bátran kiáll és énekel mindenki előtt, akár 80 ember előtt, akár egyedül is, az a korosztályhoz képest egészen más. Tehát kiállunk, énekelünk, jól érezzük magunkat, szeretünk játszani, szeretünk muzsikálni.
a társaság együtt van, szinte egy családként, nem bántjuk egymást, egymást segítik, kicsik a nagyokat, nagyok a kicsiket. A nagyoknak nem ciki, ha egy kisgyerekkel beszélgetni kell, játszani kell, oda kell menni hozzá, öletbe kell ültetni, mert éppen valami problémája van a kislánynak, akkor a nagyok őkbe veszik és beszélgetnek vele, énekelnek neki. A nagyok meg, a kisebbek meg bátran oda mennek a nagyokhoz, tehát nincsenek ilyen, nem ciki ez a dolog, és ez nagyon fontos. Van Rajkai, Levéli, Hegyeshalmi, Moson-Magyaróvári és Dunaszigeti zenészpalánta is. A korcsoport is széles skálán mozog, ugyanúgy foglalkoznak az aprókezőekkel, mint a legnagyobbakkal. Kézműves foglalkozásokon keresztül, gyakorlatban élményszerű túrákon keresztül megismerhet régi zenészeket, akkor filmeket láthat a régi hagyományokról, táncokról, lakodalmakról, akkor ilyen családi ünnepségeket is mutattunk, nekik népmeséket hallgatunk, feldolgozunk. Például most lesz egy ilyen mesefeldolgozás, amiben a Piros Malac című magyar népmesét kell különféle stílusban bemutatniuk a gyerekeknek, természetesen a zenei tudásukat is be kell dobni, úgyhogy hát ez biztos nagyon nagy élmény lesz a számukra, és ezt az utolsó előtti nap fogjuk előadni. Mindemellett bőgőzni, furulyázni, brácsázni és hegedülni tanulhatnak a fiatalok. Kétfajta zenét tanítunk, az egyik egy erdélyi zene, a magyar palackáról, a másik pedig rába közi, az ugye a helyi nagy térséget értve ez a helyi zene, és ezt próbáljuk a fiataloknak, hát az egy hét alatt minél jobban megtanítani. Most egy ilyen hetes tábor alatt nagyjából, ha olyan a csapat, hogy jól tudunk haladni, tulajdonképpen egy fél éves anyagot meg lehet tanítani, amit az iskolában egy fél év alatt tanulnak meg. Együtt vannak a gyerekek, ez egyszerre nehezebb is, mert nem tudok külön-külön foglalkozni velük, de ugyanakkor egymást is segítik sokszor, mert látja a másikon, hogy hol tart az ujja, meg el szoktam őket, szegényeket zavarni, hogy most ti ketten menjetek oda, és mutasd meg azt a részt, én meg addig a másokkal. De a fő szempont szerintem egy nyári táborba, egy népzenei táborba, hát a buli. A zenélésnek nagy közösségformáló ereje van. A fiatalok egymást erősítik abban, hogy különleges dologban részesülnek, tette hozzá a Furulya tanár. Ez már kicsikorban úgy megfogja az ember, hogyha a többiekkel együtt, tehát kiskorodban látod, hogy a nagyobbak már hogy zenélnek, és te is vágyodsz közéjük, és akkor ez egy erőt ad, hogy minden évben újra és újra eljöjj, és akkor látod, hogy már a nagyobbak is hova fejlődtek, és te is hova fejlődhetsz ezzel. Olyan, mint hogyha egy egész nagy család lennénk így együtt, és így az... Nagyon szeretek zenét is tanulni, már kiskorom óta zenélek, meg olyan családban is nőttem fel, ahol mindenki szereti a zenét, és így a tábor, a társaság miatt is jó, nagyon vidám mindenki, nagyon sokat játszunk, ilyen közös játékokat. Én most vagyok itt először, hát a társaim mindig segítenek, mert... meg én is segítek nekik, ha nem megy valami. Jó, meg mikor szabad idő van, akkor játszunk, meg az éjszakai túra tegnap volt, az nekem nagyon tetszett. Iránti szeretet és a népzene tanulás, ez az alap. És hát ehhez azért, ha valaki a népzenét közösséget ismeri, meg a táncházas közösséget, akkor ennek van egy értékrendje, a tisztelet, a szeretet, a megbecsülés, az egymásra felnézés, ez mind benne van a táborunkban. Két évtizedes szünet után tavaly ismét bérlettel jelentkezett a Győri Filharmonikus Zenekar Moson-Magyaróváron. A három előadásból álló sorozat idén is útjára indul. A tavalyi évhez hasonlóan a Flesz Károly Kulturális Központ ad otthont a zenei kalandozásoknak. Az ezévi farsangi koncert is különlegesnek ígérkezik. A nagy sikerre való tekintettel hamarosan újraindul a Győri Filharmonikus Zenekar koncertsorozata.
A bérletnek három állomása lesz, és novemberben kezdődik. Illényi Katica és a győri filharmonikusok látogatnak el hozzánk. Bízom benne, már Illényi Katica járt nálunk, de szimfonikusokkal még nem, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon nagy sikerű koncertet fog adni. Filmslágerek és nagyon híres hegedű darabok lesznek a repertoárban. A bérlet következő koncertje már 2014-ben a farsangi időszakban lesz. Éppen ezért a téma teljesen e köré épül, és egy meglepetéssel is készülnek a zenészek. A győri filharmonikusok nagyon titkolóztak, de elárulták, hogy egy illúzionista, egy bűvész fog még valamilyen plusz attrakciót a komoly zene mellett. És áprilisban lesz az utolsó állomás, akkor pedig tényleg egy komoly program struktúrát alakítottak ki. Jandó Jenő zongoraművész látogat el hozzánk. Őt már nagyon, a komoly zene barátok nagyon jól ismerhetik, ő már nagyon régóta nagy művésze a zongorának és a zongora szerelmeseinek. A komoly zene kedvelőknek nem kell egészen novemberig várniuk, ugyanis a nyár során már találkozhatnak a győri filharmonikusokkal. Augusztus 20-án Miklós Erika és a győri filharmonikusokat látjuk vendégül a nagy színpadon, egy nagy szabadtéri koncertre várjuk őket. Itt inkább egy könnyed nyáresti operaslágereket nézhetnek meg az ide látogatók, és lesz egy sztárvendég, Dolhai Attila. A győri filharmonikus zenekar művészei már nagyon várják, hogy beinduljon a koncertsorozat, és bíznak benne, hogy elnyerik a Moson-Magyaróvári közönség tetszését. Mi a munkában, a minőségben, az ügyszeretetben és hát a közönség maximális kiszolgálásában hiszünk, és mint ilyennek meg kell az eredménye, ami azt jelenti, hogy egyre több Moson-Magyaróvári fogja megszeretni a győri filharmonikus zenekar által szerkesztett hangversenyt és a győri filharmonikus zenekar hangversenyeit. Városunk és a filharmonikusok hosszú ideje nagyon jó kapcsolatban állnak egymással. Már nagyon régóta működött ez a bérletsorozat. Sokszor próbálkoztuk, de nem volt megfelelő partner, nehéz volt az összeszervezés ezeknek a koncerteknek. Ebben találtuk meg a győri filharmonikusokat a legjobb partnerként. Ők mindig hoznak egy palettát, hogy miből választhatunk, és akkor ebbe közösen leülünk és átbeszéljük, hogy tényleg a Moson-Magyaróvári közönségnek mi lehet a legmegfelelőbb. És tényleg mondom a múlt, mert itt már egy nagyon nagy hagyománnyal rendelkezett a komoly zene és a komoly zene szeretete. Ezt élesztették fel a tavalyi évben, és bíznak benne, hogy a következő években is így lesz, tette hozzá az ügyvezető. Érdemes tehát már most felírni a naptárba, hamarosan már lehet érdeklődni a bérletek után a Flash központban. A sport megszállottjai sem unatkoztak az elmúlt hetekben, karate és foci táborok várták a János Samoljai gyerekeket. A táborok alatt a közösségbe való beilleszkedés és az együtt gondolkodás is nagy szerepet kapott. Levéli, Dunaszigeti és Moson-Magyaróvári karatékákkal edzettek együtt egy héten át a jánosi karatésok. A Dunaszigeti táborban nap mint nap komoly edzések vártak a gyerekekre. Reggel felkeltünk, kimentünk, futottunk, utána reggeliztünk, pihentünk, és aztán mentünk ide edzésre, meg még délután is, és akkor már többit meg már csak pihentünk, játszottunk. Nem csak karate mozdulatokra tanították a gyerekeket az egy hét alatt. Fegyelmet tanít, nagyon sokat. A fárasztó tábor végén egy komoly vizsga is várt a karatésokra. Szó szerint ki kell bírni, mert iszonyú nagy megterhelés meg fájdalommal jár, de én azt mondom, aki végcsinálja a tábort, az meg is érdemli, és ezért tartok egy jövizsgát, mint egy jutalomként. A közel 20 éve sikeresen működő tábor idén több mint 40 fiatalt mozgatott meg. A labdarúgás megszállottjai sem unatkoztak, az elmúlt két hétben korosztályokra bontott focitábor várta őket a jánosi pályán. Vannak, akik már több éve rendszeresen részt vesznek a táborban. Amikor voltam, akkor nagyon jó volt, és gondoltam, hogy akkor idén is. És akkor te hányadszor vagy most itt? Negyedszer. A focin kívül a pingpongot és a lábtengót is kipróbálhatták a tábor résztvevői. Az edzők remélik, hogy a gyerekeknek nem csak a foci tudásuk lesz nagyobb egy ilyen tábor után. Én nagyon remélem, hogy egyrészt egy ilyen tábor csapatépítő jellegű, a gyerekek megtanulnak közösségben gondolkozni, dolgozni, kis fegyelmet, alázatot is meg tudnak tanulni. A több éve sikeresen működő táborba idén már csornai, acsalagi és hédervári játékosok is érkeztek.
Kedves nézőink, a járási panorámát látták, benne a Mosonisík és a Felső-sziget közhíreit. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk térségi hírmagazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!